A mai géppel arra vállalkoztam, hogy kb. PS4 Pro árában ki tudja hozni egy gépet, ami játékok futtatására képes. Kompromisszumok persze bőséggel lesznek, de a nap végén még mindig tudja futtatni a játékok nagy részét. Nézzük is, hogy mit tud ez a kis fekete öltök. Ha frissen telepítettél Windows rendszert, de még hátra van az aktiválást, akkor most remek áron tudod beszerezni a Windows 10-et és 11-et a CD Cases webshopjában. Csak kiválasztod az adott rendszert és beütöd a HU25-ös kuponkódot a további kedvezményért. Ezután kiválasztod a fizetés módját, én a PayPal-t ajánlom általában, de bankkártyával is tudsz. Ezután az e-mailben kapott kódot be tudjátok írni a gépházon belül a frissítés aktiválás menüpontban, és így aktiváltátok is a rendszert. Linket találtok mindenhez a leírásban. Sok ilyen kedvező áras gépnél a 6. vagy 7. generációs Intel procikhoz szoktam nyúlni, de érdemes még mellé rakni valamennyi SSD-t és 16 GB memóriát is, hogy a sebességgel biztosan ne legyen gond. Még egy régebbi büdzsé AMD vagy Nvidia kártyát érdemes belerakni, és kész is a recept. Egy jól árasított játszós gép, de nézzük is, hogy pontosan mi fog belekerülni. Az alaplapunk egy ASRock B250M HDV lap lesz, ami LGA 1151-es foglalatot hasznosít. Van itt dupla DDR4-es RAM foglalat, PCI Express 3-as csatlakozó és még 3. generációs M2-es csatlakozó is belefért. VRM hűtő nincs, és az alaplapi csatlakozók is kicsit szegényesek, lássuk be, ez egy belépő kategóriás deszka volt a maga idejében, de végül is egy takarékos, közepes kis i5-ös vagy i3-os processzorhoz bőven elegendő lesz. Persze még az MATX méret miatt kisebb házakba is kényelmesen befér, de még a ház előtt nézzük meg azt a processzort. Ez egy i5-7400-as modell, 4 maggal és maximálisan 3,5 GHz-es órajellel. Nagyon takarékos, max 65 wattos fogyasztást tud hozni, és így a hűtésen is tudunk spórolni. Ez a 4-4 mag és szál őszintén szólva már kicsit visítós a játékoknál, és meg leszek lepve, hogyha valamelyik játéknál nem fog éppen 100%-on pörögni folyamatosan. Remélhetőleg a mai gépünket azért nem fogja visszahúzni, és leütését nem fogom túlzásba vinni, a gyári hűtőjét fogom rádobni. Én azt jósolom, hogy 50 fok fölé sem fogunk menni, még 100%-os kihasználtság mellett sem, így ez ki lehet jelenteni, hogy egy komolyabb hűtőt rárakni, max a dizájn miatt érdemes, de semmi más haszna nem lesz, nem muszáj erre még költenünk. A 16 GB memória két darab modulból fog összetevődni, így üres slotunk jóformán az alaplapon nem marad. Az egyik Samsung, a másik Hynix, és 2400 MHz-es órajelünk van. Ez a 2x8 GB mindenhez elég lesz, a maradék hardware felhozata hamarabb fog elfogyni, mint ez a 16 GB memória, így ezt ki is pipálhatjuk a következő pár évre, ha maradunk ennél a konfignál, ezen nem kell majd fejleszteni. A sebességhez nagyban hozzájárul egyik tárolunk, egy 120 GB-os M.2-es SSD lesz Western Digital márkában. Ez a gyors kis SSD lesz kiegészítve 1 TB Toshiba HDD-vel, így egy egész méretes és használható kombót fogunk kapni. A Windows 10 és például egy C2 LOL páros simán mehet az SSD-re, ezek majd gyorsan indulnak el, és minden más mehet az 1 terás HDD-re. A házban lesz még hely majd bővítésre, legyen az 3,5-szoros merevlemez, vagy 2,5-szoros SSD, de sajnos M.2-ből több nincs az alaplapon, erre készüljetek. A videókártya nem kisebb legenda lesz, mint a GTX 1050 Ti, annak is egy picit takarékos Zotac verziója. 65-70 wattos fogyasztás és maximális 50 Celsius fok lesz a jellemző. A fedélzeten lévő 4 GB VRAM-mal még el leszünk 1080p felbontás mellett és közepes grafikai beállításokon. Nem lesz tőle ritka a 60 FPS sem, főleg az esport címeknél, és ez a kb. 2,13 teraflopos teljesítmény nagyjából egy PS4-nek felel meg. Ez a kis kártya még egész szép számokat tud hozni, főleg ha számításba vesszük, hogy tápcsatlakozót nem igényel, ez a pici Zotac kivitel. Alig várom, hogy megnézzem, mit tud hozni a mai játékoknál, de előtte nézzük még meg gyorsan a tápegységet. Ezen a téren sem kell igazából sokat költenünk, a config együttes teljesítménye nagyjából olyan 110-120 watt lesz, szerintem fölé nem is megyünk, így ez az 550 wattos aprox táp untig elég lesz. Én azt el sem tudom képzelni, hogy valaha túlhajtsa ez a config, vagy bármilyen meghibásodás legyen, és emellé ez a vörös ventilátor plusz a fekete ház külön plusz pont. Nagyon jól fog mutatni a házunkban, főleg azért, mert fedetlen felső pozícióban lesz elhelyezve. De jöhet is maga a házikó, ez egy Deep Cool Smart Air kisforma tervű ház. Elől mesháló, felső csatlakozó elhelyezés, és még a gombok is kaptak egy kis világítást. Az egész doboz ad egyfajta stílusos megjelenést az egész konfigunknak, és dacára annak, hogy milyen árban van és milyen kisforma tervű, nagyon pofás a megjelenése, és valószínűleg a hőfogokkal sem lesz majd gondban. A kis Deep Cool billog itt elől, és az alacsony küllem asztal tetejéért kiállt, ez szerintem vétek lenne elrejteni az asztal alá, tegyétek fel, ha lehetőségetek van rá. De nincs is más hátra, építsük bele a sok-sok hardvert, és majd ezután jöhetnek a játéktesztek.
A kis Deepcool Bestián készen is áll, nézzük meg, hogy mire képes ez a sok éves hardware csomag. Kezdtem is a Solt a büdzségépek egyik legjobb játékával, és persze ez eléggé népszerű, a C2-t néztem meg. 1080p felbontáson vagyunk, és alacsony grafikai beállításokon, így tudja hozni ez a játék ezt a nagyjából folyamatos 130 FPS-t. Néha kilengünk még a 180 irányába is, úgyhogy eléggé jó számokat hoz. Probléma ezzel nincsen, egérbillentyűzettel nagyon jól lehet játszani. Kisebb-nagyobb belaggolásokkal találkoztam, főleg a játék betöltése után, de ha várunk egy kicsit utána, persze kisimul a frame time, ahogy mindig, és egy teljesen élvezhető C2 élményt kapunk. Az jól látszik, hogy a videokártya még véletlenül sincs 100%-ban kihasználva, erre mondjuk számítottam, olyan 70-75%-ban van maximum kihajtva, de a processzor persze 100%-on végig pörög. Ennek ellenére egy nagyon kellemes 45 Celsius fokos hőmérsékletet kapunk, 23 wattos fogyasztással, ami nagyon kedvező, és folyamatos 3,3 GHz-es órajelen pörög. A videokártya még kedvezőbb értéket tud hozni a hőmérsékletnél, olyan 40 Celsius fokon üzemel, és a 60 wattot sem haladjuk meg, ennél a kihasználtságnál nagyon takarékos. A rendszer memória persze untig elég, éppen hogy csak a felén lépünk túl egy kicsivel, és a VRAM kihasználtság is csak 2,6 GB az összesen 4-ből, persze egy 2 GB-os kártya bár gondban lenne, de ez a 4-es 1050 Ti teljesen jól el van vele. C2-zésre ajánlott ez a gép teljes mértékben, de most gyorsan nézzük meg még egy ilyen kisebb grafikás címet, a GTA 5 Online-t indítottam el. Kimaxolt grafikai beállításokon vagyunk Full HD felbontáson, és ez az átlag 70-60 FPS teljes mértékben játszható egy ilyen hátulnézetes játéknál, még a kevesebbel is el lehet lenni. Különösebb belaggolásokkal ennél a játéknál nem találkoztam, habár a kihasználtság a videokártyának persze nem 100%, ez jellemző erre a GTA 5-re, de legalább a processzorunk nincs 100%-ban kihasználva, szerintem ez volt az egyedüli játék a tesztelt játékok között, ahol ez nem történt meg. A hőmérséklet 44-45 Celsius fok a két hardvernél, több mint kiváló, és az összfogyasztásunk sem írja el a 90 wattot, ez már ilyen konzolos körökben is jónak számít. A rendszermemória kihasználtságunk egész magas, ez a játék szereti a RAM-ot zabálni, 10,1 GB-os lefoglaltságunk van, és a VRAM kihasználtság 3,7 GB, közeledünk már azért a maximumhoz rendesen. A GTA 5 végig kiválóan futott, különösebb belaggolások nem voltak, semmi nem tölte meg az élményt, úgy mint a C2-nél, ez a gép ajánlott a GTA 5-özéshez is. Kicsit jobban meg akartam izzasztani ezt a gépet, úgyhogy elindítottam a God of War-t, originál beállításokon vagyunk, tehát ami a PS4-nek felel meg, Full HD felbontáson, és a felbontás is a PS4-nek felel meg. A játék a grafikailag semmi probléma nincsen, nézzetek rá, teljesen jól néz ki, vállalható, és ez a 35-40 FPS, amit tud hozni, még túl is szárnyalja mondjuk a PS4-et, ez is teljes mértékben játszható, még egérbillentyűzettel is, a kamera nézet miatt annyira nem tűnik fel, hogy laggolna. Különösebb belaggolásokkal persze nem találkoztam, az jól látszik, hogy a videokártya és a proci is nagyjából végig 100%-on van pörgetve, úgyhogy végül is egyik se bottlenekeli a másikat, így a fogyasztása, ha bár elérte már a 95-100 wattot, ez volt a legmagasabb fogyasztás, de a hőmérséklet még mindig nem hajlandó 48 Celsius fok fölé menni, sem a procinál, sem a videokártyánál. A rendszer memóriából 10 GB-ot sem kér, semmi probléma nincs ezzel, és a VRAM kihasználtság sem kéri a maximális 4 GB-ot, csak 3,4-et, van még tartalék minden téren, simán lehet nagyobb AAA címeket futtatni ezzel a géppel, ez a God of War nagyon jó példa erre. Az utolsó játék, amit megnéztem, egy nagyon modern cím, nemrég jelent meg, az Assassin's Creed Mirage néztem meg, és itt végül is alacsony grafikai beállításokon vagyunk Full HD felbontáson, de itt voltunk a legközelebb a 60 FPS-hez, ez a játék optimalizáltságban kivételesen jó. A rendszermemória kihasználtság itt volt a legmagasabb, 11 GB-ot kér, de azért van még 5 GB tartalékunk, és a VRAM kihasználtság 3,5 GB, ennél többet kért azért a God of War, de itt is már közeledünk a maximális határhoz. A fogyasztás, a hőmérséklet több mint kiváló mind a két hardvernél, és a kihasználtságuk nagyon hasonló a God of War-hoz, általában mind a kettőnél 100-100%, és a hőmérséklet terén sem igazán megyünk 45 Celsius fok fölé, még a processzor melegebb is, mint a videókártya, egyszerűen ezt a gépet nem lehet jobban felmelegíteni, kivételesen jó a hűtése. Ez az egész gép hozza egy sima PS4-nek a teljesítményét, és ha valakinek nincs gondja az alacsonyabb grafikával, egy kis állítgatással egész szép FPS számokat tud hozni. Esport címekhez teljesen jó, és láthattátok, még egész új címekkel is meg lehet izzasztani simán. Persze a fejleszthetősége annyira nem jó, hogyha eljön az ideje, érdemes vele platformot váltani, de addig is egy jól árasított kis gép lett, a GTX 1050 Ti, köszönjük szépen, még jól van. Főleg a 4 GB VRAM a nagy mázlia, ha ennél kevesebb lenne, gondban lett volna, nem egy játéknál. De addig is ez az építés ennyi lett volna, hogyha tetszett és látnám még hasonlót, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Linket találtok sok-sok géphez odanett a leírásban, a következő videóban találkozunk addig is. Sziasztok!